Na szevasztok gyerekek, itt vagyunk újra a FIFA 16-tal, amivel kicsit régen volt már videó, valljuk be. De nem baj, most megint itt vagyunk. És a Las Palmas-szal fogunk játszani. Óha! Utolsó két forduló jön. És ha ezen a meccsen kikapunk, csak akkor lehet esélye a Barcelonának minket megelőzni. Meg hogyha a következő meccsen is kikapunk, és ő még mind a kettőn nyer, akkor még van esélye. Mert most 6 pontos előnnyel fogjuk játszani idegenben a Las Palmas elleni mérkőzést, amit le fogunk játszani, mert utolsó két mérkőzés a bajnokságban, és bajnokok lehetünk, hogyha megnyerjük. Azért ez nem olyan rossz. Nézzük a csapatot. Szerintem ez így jó lesz, bár igaz, hogy rég játszottam, mert már nem tudom, hogy milyen. Hú. Akkor csapassuk a Las Palmas ellen. Nekünk nem kell üdes fürdő, meg ilyen showers, hogy mit írt. Ja igen, itt azt hiszem csak 4 percesre volt állítva, ha jól emlékszem. Legyen sima felhős, nekünk annyi is elég. Csak ne essen az eső, mert az úgy nem néz ki túl jól. Jaj, ezt utálom, te. Na, most viszont bejött. Csak a kontroller, óha! Elértem! Elértem kézzel, bakker, most. Azért mondott rá, ezért kiszabáltalanság volt a labdon, hogy miért. Vívó kezdjük át a mérkőzést. Kezdjük a passzolgatást egyből ugye. Hoppá, el is adja. Nem is serisebb. Jaj, mekkora gyertyát dugott. Viszont jól, jó helyre ment. Annyira, hogy a továbbítás is tökéletes volt utána. Pedig megy Iñaki Williams, aki aztán ráküldi, de nem volt. Elküldte a védőt amúgy, a lövés előtt szépen teremtett meg magának a lövőhelyzetet. Kivágom ezt. Hoppá! Nem történt semmi. Kivágom ezt, viszont viszi tovább. Be is adja, ott van a helyzet! Hú! Mindjárt Williams kicsit belerúgott ellenfelébe. A szobáltalanság nem történt ezek szerint. Cserisev! Uj! Na nem ott volt a kapu. De mindegy. Araújó és... Kutúrászló párharc volt. Ahogy láttam. Közben nyilvánom ez beadása, ott a fejes mellé! Szöglet? Megpattant ezek szerint a labda. És oda pont jó lesz kapásra, Gurpegi! Az mi? Ez mennyivel ment el? Ezt nézzük már vissza. Jó. Pedig egész jól eltalálta. Egy kicsit beljebb megy, hallod, az akkora gól. Ó, Williams mekkora labdát kap? Mindent rárugott, nem jó. Én a Barcelonában már folytatom a karriert, szóval... Azért benne van az érzés, hogy milyen a karrier. Hát elég sok meccs idő, ahogy szimulálok, hogy minden, hogy minden sárga alatt a rokénak. Már bárta végzel a szabadulást. Raúl García blokkolják a lövést! Cserisev nem gond, nem számított rá, hogy oda kerül a labda. Nagyon meglepte őt. Hibájom ez. Ó, Gurpegi miket csinál, aztán ott hagyja a labdát az ellenfélnek. Hát ez így nem volt túl szép.
és Camacho David Simonnal fut versenyt. Jön a beadás, jön a beadás. De jól érkezett pedig. Adoriz. És pont beleér a védő. Nagyon nagy mentés volt, mehetett volna Ibai Gomez, ha jól láttam, hogy volt az. Közben egy gólhelyzet, és fölé! Az első Las Palmas gólhelyzet Rocky előtt adódott, és épp hogy fölé ment. Ellerény viszont nem ért bele. Tehát kirúgásról, és hát a szögletről szó sem lehetett volna. Bakasso. Bakasso még mindig. Megszerzi a labdát a Bilbo. És nem jó, nem volt jó. Cserisebb labdája, jól láttam, hogy ott a... Ugyan nagyon szépen Araujo. És egy elég... ronda lövés, és akkor még enyhén fogalmaztam. Hú. A kétszer vonott a kapu, vagy hát raktak egy másikat a... arra a kapura, ami most van, akkor is fölé ment volna, a mellé. Adoriz ráküldi! Nagy védés! Válasz a kapus, ugye? Náluk. Nem láttam még a nevét. Pedig Leo Garciának. Hey! Camacho! Új! Az már bomba! De nem a kapuba robbant, még egy lövés! A távol lövésekkel elég jobban van az Athletic Bilbao, de még nem talált, és nem találtak be a kapuba. Vagy a kapus védett, vagy nem sokkal ment mellé fölé, meg alá. És ugye minden meccset egyszerre játszanak. Május 7-én 2016-ban. A Barcelona vezet az Espanyol ellen, ami nekünk, hát nem tudom, ha X-elünk, akkor már bajnokok vagyunk. Ha kikapunk, akkor 3 pont lesz a különbség az utolsó fordulóban. Az utolsó forduló előtt. Tehát ha ott is kikapnánk, a Barcelona nyerne. Nem tudom, hogy a gólkülönbség hogy van, a góldifferencia. Lehet, hogy ők azzal ők nyernének. De lehet, hogy mi. Lehet, hogy már tök mindegy, hogy milyen meccseket játszunk. Csak ne kapjunk is sok gólon, mert akkor már bajnokok vagyunk. Nem tudom. Meg kell majd nézni. Gól differenciát, meg mindent. Egytől egyig. Kapott gól, főtt gól. Meg ilyenek. De a kontroller, hát Viszont egy szép labda, jobb oldalra jön a beadás, Ederin szépen húzza le. Ibai Gomez. Adoriz kapja a labdát, Adoriz mehet. Jaj, de nem jó az a labda Williamsnek. De veszélyes volt. Williams oda csúszott a kapusnak. És mintha a labdához is hozzáért volna. De megoldotta a kapus végül is. Ez pedig kiment. Köpött a Bilbo. Williams vízi el Bovedá. Ó, Williams, gyönyörű. És kiharcol az egy szögletet, Williams kiharcol. Szép mozdulattal rárúgta az ellenfélre. És akkor megint jött egy szögletünk. Kivágom ezt, tekeri be. És... hova ment a kapus? Az úgy szép volt. Az igen. Szavó nem tudta megtartani, megoldani. Williams. Még egy ember mellett. Aztán még kettő ember között is elviszi, aztán utána leszerelik. Williams nagyon tehetséges egy ember. Nem tudom, hogy majd eladjuk, vagy pedig... Paszton lesz a csapatnak, és ez mellé ment. Nem baj, Gurpegi. Gurpegui. Úgy van a neve. Gurpegui. Az voltam ezére írva, ha jól láttam.
Nem tudom, hogy ez Baki vagy tényleg, hogy úgy van, de szerintem ez sima Kultpegi, mert hát a nevét is úgy írják, hogy a mezén miért lenne más. Éjj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 
Jajjajaj, Áduriz támadja a védőt, de nem tudja megszerezni. Várász pedig megoldja ott kapujától néhány lépésre. Elposzogott a Las Palmas is azért. Williams nem tudja megelőzni. Jó a beadás. Na, védőfej ide. Jó labdát kap. Ivai Gomez miket csinál azért? Burpegi. Ivai Gomez kapja. Ivai Gomez lő. Mellé. Ez már nem az első lövés, ami az oldalhálót éri. Egy pattanás után. Lejön Cserisev és felküldjük Bényátot. Jön Nolito Ivai Gomez helyére. Meg jön szinte Mikel Rico is Camacho helyére. És így jó lesz. Döntsük el ezt a bajnokságot, az kész. Szép játék, Ivai Gomez kapja vissza, Ivai Gomez. Jön is a beadás. Is lehetne adni, be is lehet, még egyszer, ajjajjajj! Raúl García, új, mekkora lövés volt ez is. Szöglet, és akkor most jöhet meg a cserék. Ezt most Benyát bekanyarinthatja, de nem. Burpegi. Hoppá, 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 hoppá. Ez lett a szögletünkből, amit nagyon elcsesztünk. Nacho, gyönyörű! Gyönyörű! Ez igen! Áduriz, mit csinálsz? Mindjárt Williams. Áduriz, elvették tőle. Bárca támad ki, és elveszi a labdát. Ó, oh, Benyát, mondtam már, hogy így nyessen alá egy kicsit, mert nem tette meg. És itt a vége a mérkőzésnek, 0-0, ezzel már bajnok az Athletic Bilbao. De mi az utolsó mérkőzés is lejátszunk, amit nem érem, hogy otthon játszunk, mert akkor lehet. Jó nagy ünneplés. 2-re nyert a Barca, de az már tök mindegy. Nem számít semmit. Tréninget meg megint megcsináljuk. Williams sokat fejlődik. Na. Egyen jobb a gól differenciánk, hogyha kikaptunk volna, akkor egyenlő lett volna. És akkor tényleg minden, vagyis hát az utolsó meccsen, hogyha ott is kikaptunk volna, a Barca pedig nyer, akkor már egyértelmű, hogy a Barca bajnok. De mivel mi is nyertünk, meg ők is, 4 pont a különbség, visszaosztozhatlan nekik. És a Sevillával játszunk az utolsó fordulóban. Na. Ja, akkor nem is az Iturraspe volt, az ki volt? Az ilyen Camacho, meg Cserisev volt. Hát Iturraspe akkor ezek szerint sérült volt. És akkor motiváljuk a játékosokat a Sevilla elleni mérkőzésre. Ahol már tök mindegy az eredmény, hiszen bajnokok vagyunk, de majd ott jön az ünneplés és hazai környezetben fogjuk lejátszani. Ami... még akkor is izgalmas lesz, mivel mégiscsak egy Sevillával játszunk, akiknek talán hogy fontos. Már tök mindegy nekik, mert nem tudnak, nem lehetnek már negyedikek, meg ötödikek sem, mivel a Villarreal
8 pontos hátrányban van velük szembe, és Adoris lehet, hogy gól király lesz, tehát vele kell majd gólt rúgni a következő utolsó fordulóban. Immobilével vigyázni kell, mert neki is 15 gólja van, akár csak Adorisnak, hát Jonathan Real Sociedadból neki is 15, Neymarnak van 12 negyedik helyen, és Verzának van a Levantéból 11 gólja, és a 11. helyig lemegy a 11 gólos csapat, ahol benn van Soldado, Benzema, Suarez, Amrabat, Tigaduini és Deiverson, majd jönnek a 10 gólosok. Hát abból kevesebb van, mint 11 gólos. Ronaldo 9 góljával van ott. Messi nincs ott. Csak mert ő ott szokott lenni általában, de ott már csak az Álles Vidal van. Ha mi van, megsérült a Messi, vagy mi történt? Lehetséges. Na mindegy, gyerekek, ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm, hogy megnéztétek, hogyha tetszett, akkor nyomjatok rá egy nagy lájkot, és ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Köszönöm szépen a figyelmet, a következő részben találkozunk. Én nem voltam. Sziasztok!